Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, az égi kapuk nyílása szeptember hónapban. Melyik napokat érint ez? Szeptember 10-én nyílik egy égi kapu, szeptember 13-án, szeptember 18-án, szeptember 21-én és szeptember 29-én nyílik egy égi kapu a Plejádok felé. Mit jelent ez számunkra? A mi naprendszerünk is mozog. A központi nap Alkioné. Alkioné a Plejádokhoz tartozik. Alkioné lefordítva azt jelenti egy királynő, aki győz a gonoszságok felett. Alkionét mi összehasonlíthatjuk Holle anyóval. Így mondhatnám, mesebelien egy ilyen napon, amikor kinyílik egy égi kapu, akkor Holle anyó energiáját érezzük. Mi választunk, hogy mi pozitívan vagy negatívan gondolkozunk erről. Természetesen egy ilyen napon érzékenyebbek vagyunk. Ahogy én ezt látom, ezek lehetőségek. Ennek az energiának van gyógyító hatása is. A maják ismerték ezt. Ők is tudták, hogy a mi naprendszerünk mozog, és van egy precíz maja naptár. Ők azt is mondták, hogy 2012. decemberében egy új szakasz indul, és ez a vízöntő szakasz, ami körülbelül 2000 évig tart. Sokan ezt félreértették, és úgy közölték, hogy ez a világ vége lesz. Ezt a maják nem mondták. Hanem itt arról volt szó, hogy a halak időszaka befejeződik, és kezdődik a vízöntő korszak. Az, hogy ez a vízöntő időszak megkezdődött a maja naptár szerint 2012-ben, ez pontosan abból ered, hogy a mi naprendszerünk mozog a központi nap körül, és amíg egyszer így átér ugyanarra pontra, ahol elindult, az eltart 26 ezer évig. És ez a 26 ezer év, ez a platónisen év, ez hónapokra van leosztva. Egy platónise hónap. És pontosan ez a platónise hónap, a vízöntő szakasz, az kezdődött 2012-ben. De visszatérve ezekre az égi kapukra, mert ez a maja naptárból van. Ebben a maja naptárban van összesen 20 hullám. Ez frekvenciát jelent, rezgéseket jelent. Egy hullám mindig 13 napig tart. A 13-as szám és a 20-as szám egy ilyen szent szám volt a majáknál. Ez pontosan abból adódik, hogy a mi naprendszerünk 26 ezer évig kering Alkioné körül, és van 12 hónap, tehát itt matematikai számításokról van szó. Ebben a maja naptárban, mint mondtam, vannak ezek a hullámok. A 10. hullám az szeptember 8-án indul, és eltart
szeptember 20-áig. E felett a hullám felett egy náp uralkodik, nem csak szeptember 8-án, hanem eltart ez a hatás szeptember 20-áig. Egy náp lefordítva tükröt jelent, valami tükröződik számunkra, vagy bele kell, hogy nézzünk ebbe a tükörbe. Itt ebben a tükörben látjuk nem csak a fényt, hanem az árnyékot is. Gyakran ez utal a mi saját félelmeinkre. Itt ebben az időszakban fontos, hogy ezt az árnyékot is észrevegyük, és elbúcsúzzunk tőle. Ebben a 10-es hullámban van az első égi kapu nyílása szeptember hónapban, mégpedig szeptember 10-én. Szeptember 10-e Ahau hatása alatt áll. Ahau lefordítva a napot jelent, és az őseinket. Ezen a napon érezzük azt a hatást, vagy az emlékeket, azt a kapcsolatot azokkal az ősökkel, akik elbúcsúztak tőlünk, gondolunk rájuk, vagy érezzük az energiájukat, de a napot is kell, hogy figyelembe vegyük. Az azt jelenti, nyissuk ki a szemünket valamire, ami számunkra fontos, nézzünk oda rá, észrevegyünk valamit, azon kívül ez az ahau hatás erősíti az önbizalmunkat. A következő égi kapu az szeptember 13-án lesz Akbál hatása alatt. Akbál lefordítva magyarra éjszakát jelent, az álmainkat. Tehát, hogy nyugodtan tudjunk aludni, vagy legyen elképzelésünk valamiről, amit el szeretnénk érni. Szabad, hogy mi álmodozzunk. Azon kívül mutatja ez az akbál energia a belsőnket is. Itt tudunk meditálni azokról a dolgokról, amiről mi álmodozunk. A következő égi kapu szeptember 18-án lesz Lamát hatása alatt. Lamát lefordítva a csillagképeket jelenti, és összekötetésben áll Vénusz bolygóval. Itt szerelmi témákról van szó, és szerencséről. Itt kivirágzik valami. Szeptember 18-án van ez a szerelmi energiamező. A következő égi kapu az szeptember 21-én van, és ezen a napon elindul a 11. hullám. Mindkettő hat ezen a napon. Ez a 11. hullám, ami október 3-áig tart, az Chuen hatása alatt áll. Chuen lefordítva majmot jelent. És az jelenti a vidámságot, a viccelődést, azt is jelenti, hogy hozzunk spontán döntéseket, nem kell, hogy mindig elgondolkozzunk mindenről, vagy olyan nehezen vegyük a dolgokat. Chuen mást közöl velünk, mégpedig azt, hogy ebben az időszakban legyünk vidámak, és a fantázia, a kreativitét az, ami itt a középpontban áll. Ez a majom energia, ez nem csak erre az időszakra vonatkozik, hanem hat ennél az égi kapunál is, hogy így vidáman vegyük a dolgokat. Szeptember 29-e Kauak hatása alatt áll, az lefordítva esőt, vihart jelent. Olyan viharosak az események, vagy
jön egy meglepetés, egy ötlet, úgy, mint egy villám. Nem tudjuk, hogy mi várható. Ez egy meglepetés. Ez lehet egy kellemes meglepetés is. Valami, amire nem számítottunk. De a hirtelen jön minden, és legyünk rá felkészülve. Azt is jelenti, ha vannak ötleteink, akkor azt meg kellene valósítani. Ezek a napok voltak szeptember hónapban, amikor ez az égi kapu kinyílik a plejádok felé, egy ilyen finom energia mező. Ezeken a napokon én tartok mindig egy szertartást. Ti részt vehettek ebben a szertartásban, az e-mail címem ritual@dendera-susanna-medici.com, mint egy ilyen energiai egyensúly, itt ezeknél a szertartásoknál van díjam, mégpedig 3500 forint. A szertartások időpontja. Szeptember 8-a este 11 órakor, ekkor indul egy új hullám, és ez ECNAP hatása alatt áll, ami egy tükröt jelent. A következő szertartás szeptember 10-e, egy égi kapu nyílik, Ahau hatása alatt, itt a napról és az őseinkről van szó. Szeptember 13-a, este 11 órakor, Akbál hatás, itt az éjszakáról, az álmokról, az álmainkról van szó. Szeptember 18-án lamat energia van, és az a Vénusz bolygóval áll összeköttetésben. Ez a szertartás, ez a szerelmi életre vonatkozik. Szeptember 21-én Chuen energia hat, a majom energiája, amikor azt tanuljuk, hogy ilyen könnyedén, viccesen lássuk a dolgokat, és segít a kreatív munkában. A következő szertartás az utolsó szeptember hónapban, szeptember 29-én Kauak hatás, amikor egy meglepetés van, vagy egy szertartás, hogy tudjuk megvalósítani azt, amit mi szeretnénk. Itt vannak ötletek, de kell az is, hogy ezt megvalósítsuk. Kell egy terv hozzá. De ti is tudtok egy ilyen szertartást tenni, vagy meditálni. Érezzétek ezt a finom energiamezőt, Holle anyó hatását. Mindig azokkal a témákkal, ahogy így most elmagyaráztam. És ez volt a felvételem, az égi kapuk nyílása a plejádok felé, a maja naptár szerint szeptember hónapban. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!